Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzünk ismét 20 érdekes tényt, mégpedig az elveszett Frilláda fosztogatóiról. Kezdjük az érdekességek sorát egy ikonikus jelenettel, mégpedig azzal, amikor Harrison Ford lelövi a kardozó úriembert. Ez a rész nem így szerepelt a forgatókönyvben. Harrison Fordnak nagyon WC-re kellett mennie, és már elege volt abból, hogy folyamatosan újra veszik a jelenetet. Végül fogta magát, hanyagul elővette pisztolyát, lelőtte a statisztát, és közölte, hogy most én léptem. A film egy részét Tunéziában forgatták, és ehhez több érdekesség is kapcsolódik. Leginkább az, hogy a stábtagok igen nehezen tolerálták a helyi konyhát. A filmen dolgozó stábtagok nagy részének folyamatosan hasmenése volt, és John Rhys Davies kolerát kapott. Az egyetlen ember, aki megúszta a tunéziai gasztrokalandot, a Spielberg, aki hozott otthonról egy csomó konzervkaját. A rendező az elejétől kezdve tisztában volt azzal, hogy milyen nehéz lesz Tunéziában forgatni. Pont ezért ragaszkodott ahhoz, hogy éjjel is dolgozzanak, hogy minél előbb elhagyhassák az országot. Persze, mivel egy igazi alkotóról van szó, arra azért volt ideje, hogy a forgatási szünetekben összedobja az IT első vázlatát. Közismert érdekesség, hogy a lelkek kútja jelenetben a hieroglifák közt láthatjuk R2-D2-t és C-3PO-t. Mivel ez volt az első Indiana Jones film, ezért több színész neve is felmerült, hogy kialakíthatná a régész professzort. Először megkeresték a szereppel kapcsolatban Jeff Bridges, de ő visszautasította a felkérést. Aki az utolsó pillanatig esélyes volt a szerepre Harrison Ford mellett, az Tom Selleck volt. Végül ő azért utasította vissza a szerepet, mert inkább a Magnum P.I. sorozatot választotta. George Lucas úgy vállalta a filmen való közreműködést, hogy nem kap érte semmi pénzt, de részesedik a bevételekből. Ugyan ma már ez egy bevett szokás, de annak idején újdonságnak számított. George Lucashoz kapcsolódó érdekesség, hogy annak ellenére, hogy szinte minden filmje anyagi siker, sosem vesz részt a bemutatókon. Inkább elutazik nyaralni, és ott szeret értesülni arról, hogyan is teljesít a filmje, és mit szólnak hozzá a kritikusok. Lucasnak és Spielbergnek a kedvenc jelenete a filmben a karlendítést végző majom. A felvételt úgy oldották meg, hogy egy damil végén lévő horogra akasztottak egy szőlőszemet, és a majom folyamatosan ezt szerette volna elérni. A film német verziójához azokat a jeleneteket, ahol németül beszélnek, újra szinkronizálták. Ugyanis az eredeti változatban meglehetősen erős akcentussal beszélték a színészek a német nyelvet. Talán itt érdemes megjegyezni, hogy a filmben feltűnő tengeralattjáró pontosan ugyanaz a modell, amit a Das Boot című film forgatása során használtak. Indiana Jones emblematikus ostorát 43 000 dollárért adták el egy aukción. A kalapja és a kabátja a Smithsonian Múzeumban van kiállítva. A híres lelkek kútja jelenethez végigjárták az összes londoni állatkereskedőt, hogy megfelelő mennyiségű kígyót beszerezzenek. Sajnos azonban nem sikerült elegendő mennyiséget beszerezniük, ezért hogyha megnézzük a film végső változatát, a kígyók között számtalan lábatlan gyíkot, illetve egyéb hüllőt láthatunk. A mozi végén a Frilláda felnyitása eredetileg sokkal brutálisabb jelenet volt több fejrobbanással. Azonban a besoroló bizottság leginkább erre hivatkozva erres besorolással sújtotta a filmet. Végül úgy döntöttek, hogy a jelenetet teljesen átvágják, hogy enyhébb besorolást kapjanak. A filmben a náci ügynököt Toddnak hívják, ami ugye halált jelent. A szerepet eredetileg Klaus Kinskinek szánták, aki el is vállalta, majd utána visszadobta, mert egy másik szerepért több pénzt kínáltak neki. Az ügynök megjelenítése eredetileg sokkal futurisztikusabb volt fémkarral, melyre adott esetben rászerelhető egy géppuska. Később a rendező elvetette az ötletet, mert egy kicsit soknak érezte. Ugyan nincs feltüntetve, azonban több jelenetet is George Lucas rendezett a filmben, mint Second Unit direktor. Indiana Jones emblematikus ostora pontosan 10 láb hosszú, de készítettek az ostorból egy sokkal rövidebb változatot is. Attól függően, hogy az adott jelenet felvételéhez melyikre volt inkább szükség, azt használták. Spielberg szerette volna Salak szerepére leszerződtetni Danny DeVito-t. Azonban a színész nem fogadta el az ajánlatot a taxisorozat miatt.
A film néhány vázlat storyboardját maga Michael Bay rajzolta. Természetesen ekkor még nem volt ismert direktor. Később úgy nyilatkozott, hogy ez a mozi volt számára az egyik fő inspiráció, hogy ő is elkezdjen filmeket rendezni. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni az elveszett frilláda fosztogatóiról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!